Magyarország Európai Uniós csatlakozásának 15. évfordulója alkalmából felvonulást tartottak Budapesten. A Momentum által szervezett úgynevezett Európa menet pár száz résztvevője a Szabadság tértől a Kodály köröndig sétált. A résztvevőket Margrethe Vestager, az Európai Parlament liberális frakciójának egyik csúcsi jelöltje köszöntötte. Az EU versenyjogi biztosa szerint a klímaváltozás, a technológiai fejlődés, a magánélet védelme, a stabil munkahely megszerzése olyan kihívást jelent, ami sokakat elbizonytalanít, és másokat kezdenek el hibáztatni, ahelyett, hogy bíznának a jövőjükben. De Európa nem hagyja magukra azokat, akik nem azt keresik, hogy mi választja el az embereket, nem azt keresik, hogy mi köti össze őket. A menetben többek között részt vett, és a körönnél beszédet mondott Balázs Péter, egykori külügyminiszter is.